Szóval majd még soha. Soha nem vagy. Nem. Ja, az itt nem. Nem kent valami? Nem. Jó Istenem. Na. Szupi. Ja, sem, csak a mama. Na mi van? Nem, szóval ő szeret így nagyon kicsit nagyobb feneket keríteni a dolgoknak. Semmi, most éppen... De tudja, hogy elutaztunk. Persze, tudja. Mondtam neki, hogy nem. Persze, mondtam neki. Csak ő már csak ilyen tud, egy picit így szereti. Nem is, hogy a... Nem, a fél hívja nyugodtan. Jó, de nem, menj, szóval ezt válaszol. Ha zavarok, akkor menj be nyugodtan. Válaszolok neki a válaszomat. Nem, tudod, hogy jó fölhívja. Menj be nyugodtan a három. Drága vagy neki. Köszönöm. Mondd meg neki, hogy puszilom, mert nem tud róla. Milyen vagy? Megbeszéltük, hát érted? Tud-e róla? Hát tök jobban vannak az anyáddal. Hát ezt beszéltük, hát együtt vannak, ennyit mennek színházba. Ez a kifajzó. Rövid, nem. Ja, nem, azok nem azok. Időkedik vissza a harmasmásodat. Kérdezz meg, miért fog? Tud róla? Tud róla? Persze, hogy tud róla. Hát persze. De facto még nem tud, de majd tudni fog. Nem mondd el neki szerintem, hanem menjünk föl hozzá, mutasd be. Hát jó. Vagy hívjuk el. Jó, először elmondom neki, jó? Vagy szóval hívjuk el a presszóba. Csináld egy kis serpenyős rákot. Jó. Haver, iszik a nyuket? Iszik, persze. Haver, most nincsen, megkínáljuk. Szerintem valami keményebbet kell. Körtepár. Minimum 50 fok. Jó, Jézusom, jó. Hát kérdezem akkor. Jó. Igen, nem is az, mondtam. De minél most felhívom. Végig van. Nyugodtan, édes. Jó. Hello. Szia, Anci. Micsoda? Jó, hogy most mész vásárolni. Ha, nagyon jó. Lett egy új ilyen, ezért vagy a tankod? Ha? De jó, ott szokra is. Ha? Voltál vagy ott szerdában is? Jó. Ha? Igen, és... Jó, és mit volt a cukros doktor némi? Aha, hát mondjuk ez jó hír. Aha, ez nagyon jó. Jó, hát figyelj, tudod, most felkezdem a kikapcsolódáson, majd mi kell, hogy ő most picit le kéne, mindjárt, kicsit később visszaívlak, jó? Jó, oké. Jó sorban állást. Hát már egyáltalán van olyan, hogy jó sorban állást. Oké, puszi. Szia. Minden oké? De szeret így elmondani, ha egyszer így beszélünk, hát mit tudom én, akár egyszer, vagy maximum kétszer. Nagyon ritkán esik meg, hogy felhívjam a háromszor. Akkor szeretném így úgy rendesen megbeszélni a dolgokat. Cuki lehet, figyelj, neki ugye nehéz lehet, hogy egyedül nevelt fel téged, tehát nyilván hát igen, hiányzol neki, ha nem vagyok. Nem, mi úgy főleg egymásnak vagyunk. Vagy hogy én vagyok neki. Tehát én vagyok az, hogy már szemefénye meg tudom. Gondolom. Igen. Minden nap főzlel, meg ilyenek. De volt, hogy föl is járt hozzám takarítani. Igen. Azért az már most már tényleg. De nem, szeret így anyáskodni. De hát anya csak egy van, ugye? Jó. Megint pittyentünk. Na, most viszont, ne hallom, bocs. Azt most muszáj felvennem. Tovi, a barátom, akiről meséltem. Végig is nem baj. Most mondd, ráérek, most mondjad nyugodtan, aha. Igen. Az nagyon jó. Jaj, drágám, ne haragudj, de... Bocs, ez csak ilyen... Szervizés közben beállt a tereket. Jaj, de jó, úristen, de jó kezed van, de honnan tudod, vigyázz a mikroportot. Jaj. Hát ott is van, szóval.
a minimum. Igen? Igen. Ilyen ezért, wire? De bocs. Nem ellenőrizlek. Az annyira, tudod, az a jó veled, hogy mi van megint? Csak Tomi, ott egy pillanat vagy. Most beszélted el. Biztos nem mondod, te van. Bocs, felveszem. Bocs. Jó, vett. Szevasz, Tomikám. Szia. Igen, nem már komolyan. Itt azt a izőt. Kis piros kabátot. Aha. Hol a izőt? A telenovella? Aha. Az jó, szerintem az jó lát neked. Aha. Aha. Biztos, ez kocsizmával. De még ilyen, vagy ilyen vajszínű bőrből. Aha. Hát az jó, szerintem a kettő az jó, az nagyon menne egymáshoz. Figyelj, legyen az, hogy izőt tartsizom holnap, vagy nem holnap, nem, mert akkor még itt vagyok. Akkor holnap után találkozunk, és akkor meg elmegyünk, mit tudom én, együtt falunk valamit együtt, és akkor azt mindent megbeszéljünk, oké? Okay? Jó, oké. Okay. Csak fogod, hívom mama. Mama, hív, bocsuk, mama, hív, bocsuk. Ja, nyugodtan. Bocsánat, de teszlek, jó, most hívom mama. Jó, oké, okay. Bocs. Igen. Ha, és akkor ultra. Figyelj, én addig lefekszem a belső szobába, jól lefekszem egy kicsit, ilyenek. Nézem a tévét, nyugodtan, telefonálják csak. Imádok veled nyaralni. Jó van, is vele, imádok. Jó, ma mondja, most már rájövök, most már mondhatok. Igen. Azt gondoltam, hogy így jelölsz, itt lemegy a mert hogy telik múlik az idő. Igen. Na, most megnézzük egy jelenetet, amikor ez a mi Zsolt barátunk szépen hazamegy anyához. A saját különbejáratú anyához. Ja, ő maminak hívja, ugye az? Mami van a telefon. Tél neki valamit a nyaralásról? Persze, fogácsot. Olasz? Mi olasz recept, de miért? Én azt látok, hogy én sütök. Ó, ez menő lesz. Kertre van anyád? Kertre van. Tényleg? Kicserélhetjük, nem? Most tudod meg. Na milyen drága? Ízlik meg most a mérkőzőt. Jó, nem van. Jó, nem van. Nézzük rá! Tudod, ez is már tostam, jó? Már nem kérem el ilyen tovább. Nem kérem, biztos el, de... Olyan sovány, hogy azt lehet nézni. Nem, azért még próbálom tartani a formában. Na, most már főszöntesek, mert nem tudok beszélni. Nem tudod, de hallasz engem szívemet? Bevők lekedve, és nézd, mit szokortok be. Várj, meg az időt egy pillanatra. Nem, most bejön a... Szomszéd. A szomszéd. És megcsinálja magik a hallókészüléket. Elemcsöre. Már is szomszéd. Elemcsenek, mondom. Az én koromban ez már terve. Persze, ami nem is azért van. Tehát ilyen lehet az ember lenni? Kész. Na, így közel vagyok, csak a kétségével. Ne, nagy drága. Nem, vagy úgyis általában hangosan beszélek, mert én magam is nagyot hallok. Már ugye az én koromban, úgyhogy... Hogy mi? Édes lányát, hasonlítasz. Édes lányát, jó. Nem
lábbal szívem, megvárjuk, amíg már is szomszéd visszajön. Minden megy a régi kerék, meg ez a mesélj valamit erről a kikapcsolódásról. Ja, nagyon jó volt, mert láttam, van egy kis kis... Köszönöm szépen, köszönöm. Mivel is voltál, drágám? Na, erről akarok egy kicsit hosszabban beszélni. Na. Drágom, Mikám, mert hogy... Jaj, már is szomszéd, jöjjön. Nehogy itt lemerüljek idő előtt megint azt mondom. Nem szeretném, hogy... Édes kisfiamnak lemaradok a sztoriáról. De várjál, most ez a hallókészülék vagy a pacemaker? Szerintem ez a... Ah, az a hallókészülék volt, jó. Ez a mindenki hallókészüléke. Oké. Okay. Köszönöm, szomszéd úr! Viszek fogácsát! Na, szóval az van, tudod, hogy ops, igen, hogy mondd, hogy akartam neked mondani. Jó, hogy a fiacskám. Nagyon jó. Hát most nem te vágtad, de most mondd nekem, muszáj voltam elmenni a majához. De ki az a majához vetted? Nem, meg jó, a majához jó, hogy mentél. Na jó, akkor nem bántottam. Körmödetes, hogy csináltam. Megcsináltam. De jó, nézd, hogy fel ez a kis fejét. Viszont hogy néz ki a te körmöd, édes kis fiacskám? Hogy néz ki? Gyere, levágd. De nem, mami. Legjobban neked körmöt vágni. Az biztos, hogy te tudod. Azért nincs levágva, mert magadnak. Hát mert magadnak, mert te annál is jobban le tudod vágni. Na, szóval mondom. Kérem a másikat, te nem lesz egyforma. Jó, hogy akartam neked mondani, hogy hát, hogy van egy ilyen változás. Jaj, de az órád van, fiacskám. Egy cég. Honnan van, rendelted? Hát az igazság, hogy kaptam ettől a cégtől, hogy ilyen posztokért. Tudod, poszt van ez a szociális média, a Facebook. Facebook, hogy te hívod, tudod. Facebook, igen. Mi van? Mindegy, ott lehet ilyen reklámot, és mindegy, ezt cserébe adták, ez ilyen szponzorról. Komolyan? Igen. Na, ez jó. A lényeg az, hogy... Ja, hogy te csinálsz reklámot neki? Vagy? Igen, nincsen. Reklámot mutatom, hogy fogok vele meg. Fogyok vele meg ilyesmit, ott egy karban tartom, és akkor cserébe adták. Mindig is nagyon élelmes voltál. Fiacskám, ezt tőlem örökölt. Ja, a pártól, az biztos, hogy nem a pártól, aki hát ugye tudjuk. Igen. Mindegy, nem érdekes. Az a lényeg, hogy rám ütöttél, de... Ez a legfontosabb. Azt szeretném mondani, hogy mondtam, hogy beszéltük, hogy ha te is beleegyezel, vagy hogy mondjuk, hogyha... Hát nem, azért nem az engedélyedet úgy. Na, de mintha azért mondom, de hogy lenne ilyen változás, egy kicsi változás állam. Na, mondja, fiacskám, mondja. Hogy lett nekem egy új... Autód? Nem. Egész pontosan. De csinálsz! Hanem, iPod? Nem, iPodot lett. Az van, mit lett akkor? Várjál meg. Egy új dolog van az életemben, és... Új munkahelyen nem. Nem, munkahelyen nem. Az remélem is, hogy nem. Hanem... Új lakásom. Nem, a lakásom felújítottam, de ez nem. Hát akkor új lett. Új lett, igen. Jó, hogy most amikor nézhetem már. Bár akkor megnéztem Monikát, de nem erről akartam beszélni, hanem hogy úgy tervezem, hogy szeretném összeköt, kicsit szorosabbra húzni a szállat. Én megmondtam neked, hogy én most már többet nem. Tudod, nagyon egészséges és szeretetteljes a kapcsolatunk, de ha minden nap négyszer fölmegyek hozzád, az már kicsit sok, az már én sem jó. Nem, kérlek, egy kicsit önállósodjál most. Nem fogjuk szorosabbra, pont jó ez. Én azt szeretném, egy másik ember is az életedben, akivel egy kicsit szeretném szorosabbra húzni a kapcsolatot. Igen. Még egyszer? Hogy lenne egy másik ember az életedben, akivel szeretném egy kicsit szorosabbra fűzni a kapcsolatot. Szorosabbra fűzni. Ja, Tomika! A Tomika a barátod, a Tomika. Nagyon szeretem a Tomikát. Tényleg mikor jön már hozzánk? Tehát neki is szeretek sütni, főzni, hát úgy imádja a főzőre, kívánom, hogy szabálunk. Igen, Tomika. Mert megeszem a Tomikát, imádom. Én is nagyon szeretem, és két pofára megeszem a Tomikát. Ugye, és? Ősztöled, de most nem arról van szó, hogy... Együtt fogtok dolgozni? Nem. Neveszed az üzemet?
üzletbe? Beveszem az üzletbe, de nem erről van szó. Arról van szó, hogy ez egy másik ember, akivel szeretném szorosabb fűzni a kapcsolatot. Mégpedig... Tényleg nem tudom már. Hogy miért lesz, akkor nekem ilyen rejtvényeket, kisfiam? Lesz nekem egy... Lesz az életemben valaki, akivel hasonlóan jól megértem magamat, mint veled, és hogy de ő nem te vagy, hanem egy másik ember. Egy lány. Lány. Hát nem úgy lány, hogy ilyen lány, tehát milyen kislánynak kell gondolni, hanem hogy hát egy ennél érettebb valaki, tehát egy nő. Milyen nő? Hát, nagyon kedves. Kedves nő, úgy hívják, hogy Dóri, és én nagyon kedves. Nagyon jó rabaló teremtés, nagyon megszerettük egymást is. De mit csináltok? Hát, nagyon megszerettük egymást. Mikor? Tehát közben nekem azért van egy életem, mint érzem. Miközben? Miközben itt ülök, más. Nem csak én azon, hogy itt ülök, és aztán azon, hogy nem csinálok semmit. Nem az van, hogy elmegyek dolgozni, meg más helyekre összeismerkedek másokkal, például összeismerkedem nőkkel is, és édes kicsi fiacs. Sikerült megismerkedem ezzel a lányjal, és nagyon szeretem, és nagyon jóra való. Tudod, hogy van nekem az a Juni barátnőm, tudod, ez a pszichológus. Igen. Emlékszem, mert többször mondtam neked, hogy meg kéne látogatni. Nem is tudsz, miért mondod maga? Azért mondom, édes drága kicsikém, mert már kiskorodban hajlamos voltál arra, hogy mindenféle ilyen elképzelt barátokat vizionálj. Nem, szerintem ez egy rossz vágány, szerintem el sem. De, valamitől neked nagyon érik a fantáziára, hogy nem baj egyébként, a vizurák megalkotásával ez egy nagyon tulajdonság. De, amikor elképzeled, hogy ki mindenkivel vagy barátság. Szeret, ki fogok, ha nem hagyod, hogy ki mondjam, kiveszem az elemet a hallgatóhoz. Barátnő, édes kicsikém.